Ismét megrendezte hagyományos, szezonindító ritmikus gimnasztika versenyét az Aranyszalag Pécs RGS-e. Vasárnap már az első osztályú sportolók mutatták be gyakorlataikat. Hanna tavaly a junior együttes kéziszer válogatott tagjaként az Európa-bajnokságon is részt vett. Kettő gyakorlattal fogok indulni, most még készülök bizogánnyal. Ez a gyakorlat nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, úgy gondolom, hogy tudok ennél sokkal jobbat is, de ugye ez most az első verseny az évben, szóval ez még ilyen felkészülési verseny, úgyhogy még tudjuk, hogy mit kell javítani, és reméljük, hogy a következő már jobban fog menni. Jelenleg a diákolimpiára készülünk, országos diákolimpia, aztán pedig országos bajnokság, illetve azelőtt még van egy vidékbajnokság, ami egy kvalifikáció verseny az országos bajnokságra, és ezen kívül még szeretnénk ilyen nemzetközi versenyekre indulni. Gyakorlatom lesz ma, a labda és a buzogány. A labda nem úgy sikerült, hogy szerettem volna. Sok pontatlan gurítás és dobás volt benne. Nem mondom, hogy azért, mert nem készültem fel jól, egy kicsit túl izgultam ezt a dolgot, de a buzogányra koncentrálok most már. Legfőképpen az országos bajnokságra készülök, de áprilisban lesz vidékbajnokság, illetve elindulhatok a Budapest bajnokságon is, úgyhogy vidékhez tartozunk, mert a felnőtt keret válogatottba bekerülésért versenyezhetek. Első éves felnőtt vagyok, úgyhogy ez még az eleje nagyon a pályának, de minden tőlem telhetőt megteszek. Az idei szezonnyitó aranyszalagkupára a két pécsi ritmikus gimnasztika egyesületen kívül Budapestről, Kaposvárról és Komlóról is érkeztek csapatok. A mai nap azért egy kicsit érdekes, mert a mai napon csak az első osztálynak van a verseny, tehát azok a versenyzők vannak itt, akik a legjobb, tehát a legjobb képességű versenyzők. A tegnapi nap úgymond színesebb volt egy kicsit a program, mert másod, harmad, illetve szabadidő korcsoportban is megrendeztük a versenyt. Összességében 150 versenyző volt itt, és versenyzett. A 2022-es évben ez számunkra az első alkalom. Mindenkinél sok a hiba, kipróbáljuk a gyakorlatokat, ez egy barátságos verseny, és szeretük volna minél jobban úgy megrendezni, hogy mindenki jól érezze magát. Tényleg arról szól a dolog, hogy kipróbáljuk a gyakorlatokat, gyakoroljanak a gyerekek, ez a célja. Nagyon jó a színvonal, tehát azt gondolom, hogy az első osztály az tényleg bravúros, nagyon nehezek az új gyakorlatok, szabályváltozások történtek ugye az olimpiai ciklus óta, és mindenkinek meg kellett változtatni a gyakorlatokat, új gyakorlatok készültek, amiben most van az első olyan intervallum, hogy most kerülnek először bemutatásra, és nyilván még sokat kell még gyakorolni.